Sziasztok, molyok! Szinti vagyok, és a mai videómban a Rapid Fire bugteget fogom kitölteni. Ezt a bugteget Borka csatornáján láttam, majd lent a leírásban lent hagyom az ő csatornáját is, illetve az ő videóját, nézzétek meg azt is. Igazániból nem hívott ki rá, viszont annyira megtetszett ez a bugteg, hogy úgy döntöttem, hogy most én is kitöltöm, összesen 24 kérdésre kell válaszolnom, szóval kezdjük is. Az első kérdés, e-book vagy fizikai példány? Ez rögtön szerintem egy nehéz kérdés, és egy örökös kérdés igazániból így könyves témában. Én viszont azt mondom, hogy e-book és fizikai példány. Rögtön az elején csalok, de azért nem választok, mert igazániból nagyon szeretem, hogyha mondjuk fizikai példányban megvan egy könyv, és itt csücsül a könyvespolcomon, bármikor leveltem, megszaglázhatom, megszeretgethetem. Viszont nagyon sok e-book van, amit például recenziós formában kapok a szerzőktől, és azt is szeretem, mert például ha megyek valóban utazni, akkor nagyon jó, mert nem kell egy nehéz könyvet vinnem, több könyv is nálam lehet, illetve sokkal kényelmesebb mondjuk így olvasni, mert mondjuk egy 1000 oldalas Outlanderre nem tudok mondjuk háton olvasni, e-bookkal pedig ezt is megtettem, szóval szerintem sokszor kényelmesebb egy e-bookon olvasni, mint fizikai példányon, viszont mind a kettőt nagyon szeretem, szóval rögtön az első pontnál csalok, e-book és fizikai példány. Második kérdés, kemény vagy puha tábla? Igazániból szerintem, hogyha vastag a kötet, akkor jobb, hogyha kemény táblás. Egyébként én a puha fedeles könyveket jobban szeretem. A harmadik kérdés, online vagy bolti vásárlás? Fú, hát ez is nehéz igazándiból, viszont én a bolti vásárlást választom, mégpedig azért, mert volt szerencsém többször már könyvesboltban dolgozni, és szerintem annál jobb érzés nincs, mint amikor ott egy bimbódzó könyvszerelem kialakul, megfogod, megszagolgatod, beleolvasol, és viszod a kasszahoz, megveszed, hazahozod, és szereted, és olvasod, és az a tied. Online ezt nem tudjuk megvalósítani, szóval én határozottan a könyvesbolti vásárlást preferálom jobban. 4. Trilógiák vagy sorozatok? Hú, hát idején a sorozatokat mondanám, mégpedig azért, mert hogyha egy történet jó, akkor szeretem, ha minél tovább tart, és tudom, hogy még vannak kötetek, amiket el tudok olvasni, hogy a szereplőkkel, ha valami történik, akkor tudom folytatni. A trilógiákkal sincs bajom, viszont szeretem, ha hosszabban elnyúlik mondjuk egy szereplő élete például, mert akkor nagyobb jelenfelvetésen tud átmenni, én pedig az éneket imádom. Viszont, hogyha nem jó a könyv, akkor se trilógia, se sorozat ne legyen belőle. Ne azért legyen belőle mondjuk sorozat, mert annyira elnyújtják a történetet, hanem legyen is tartalma. 5. kérdés, hősök vagy gonoszok? Egyértelműen hősök, én a jók oldalán állok. 6. Egy könyv, amit szerinted mindenkinek el kellene olvasnia. Lehet, hogy nagyon kiszámítható vagyok, sőt biztos, de idején a Harry Potter és a Bölcsek kövét, vagy inkább az egész sorozatot mondanám, mivel szerintem azt mindenkinek érdemes lenne legalább életében egyszer elolvasnia. 7. Egy alábecsült könyv. Idején ugyanazt mondanám, mint Borka, és támogassuk ezt a könyvet, mert teljes mértékig egyetértek Borkával, ez pedig Giovanna és Tom Fletcher könyve, a Eve of Man, a jövő reménye. Ez egy nagyon jó disztópia igazándiból, és én rettenetesen imádtam, és azóta sincs hír, hogy most mikor jön a következő része, mert azért itt még nagyon sok minden nincs lezárva természetesen, mert egy trilógiáról van szó, és kedves Maxim kiadó, hozzátok már el nekünk a másik részét, mert már nagyon olvasnánk, és erre a könyvre sokkal nagyobb figyelem kéne, hogy legyen az olvasók számára, mert ez egy nagyon jó kötet, amellett persze, hogy gyönyörű is, tehát nézzétek meg. És amúgy már egy éve, hogy megjelent, és tényleg nagyon kevés helyen látom, pedig ez a tavalyi évem azt hiszem egyik legnagyobb kedvence volt, tehát imádtam olvasni meg, tényleg ilyen végigpörgetős, izgalmas, szóval Eve of Man, olvassátok el, mert nagyon kevesen olvassák, és egy nagyon lebesült könyvről van szó, pedig szerintem nagyon jó disztópiáról van szó. 8. Az utolsó könyv, amit befejeztél. Ez Melinda Bától, a Találj rá, ez a pici kötet. Igen, azóta sem tudtam egy könyvet se befejezni, éljen a tanulás. 9. Az utolsó könyv, amit vettél.
ide én Elena Ferrantétől a Felnőttek hazug életét mondanám, ez volt azt hiszem a legutolsó beszerzésem. Ezt pedig azért vettem meg, mert Evelyn a Pergamén Ráhány Szavak csatornájáról annyit mesélt már Elena Ferrantéről, hogy úgy gondoltam, hogy most már nekem is meg kell ismerkednem a szerzővel, mert nem tudjuk, hogy nő vagy férfi, vagy ki is ő, mindegy, tehát a szerzővel, és úgy döntöttem, hogy mivel amúgy is gyönyörű a borító, és nagyon vártam már, meg kíváncsi vagyok rá, ezért én az Elena Ferrante olvasásomat a Felnőttek hazug életével fogom kezdeni, és ha tetszeni fog, akkor minden esetre folytatni fogom az írónő vagy író szerző többi kötetével is. 10-es, a legfurcsább dolog, amit valaha könyvjelzőnek használtál. Papír zsebkendő. Igazándiból nem szoktam fura dolgokat könyvjelzőnek használni, mert rengeteg könyvjelző van, és vétek lenne nem könyvjelzőt használni. Úgy egyébként. Szóval igazándiból én, amit eddig valaha használtam, az papír zsebkendő volt, mert mentem mondjuk vonaton, jöttünk haza a könyvfesztiválról, és nem volt nálam annyi könyvjelző, vagy éppen nem találtam őket, vagy a legalján volt, és akkor egy papír zsebit beledobtam az egyik könyvbe, amit elkezdtem, de egyébként határozottan könyvjelzőpárti vagyok. Legfurább dolog tényleg papír zsebit tudom csak mondani. 11. Használt könyvek, igen vagy nem. Határozottan igen, szeretek antikváriumba járni, és szerintem semmi baj nincsen, hogyha másodkézből veszünk könyvet. Ugyanolyan értékes, igazándiból még olcsóbban és egész jó áron is be lehet szerezni antikvár könyveket. Én kifejezetten szeretem az antikvár régi könyveket. Egyedül azt nem, amikor ilyen nagyon sárga már és poros, mert attól mindig tüsszögök, de hogyha jó állapotban van, akkor határozottan csak igen tudok rámondani. 12. Top 3 kedvenc műfaj. Ide én a krimit mondanám, a disztópiát, krimi, disztópia, fantasy. Legyen ez a 3. 13. Kölcsönkönyv vagy vásárlás. Nem szeretek sem kölcsön adni, sem kölcsön kérni, szóval vásárlás. Inkább megveszem magamnak, nem szeretek kölcsön kérni, nem szeretek kölcsön adni. Nem, határozottan csak vásárlás. 14. Karakterek vagy cselekmény? Karakterek. Ha a cselekmény nem annyira izgalmas, viszont a karaktereket, szereplőket szeretem, akkor nincs baj. Viszont, hogy a cselekmény nagyon pörög és a szereplőket nem szeretem, akkor nem érdekel, hogy mi történik velük. Ha meghal, sem érdekel, max kirögöm, hogy ha-ha, meghaltál, de nem. Én határozottan olyan vagyok, hogyha egy karakterrel tudok azonosulni, akkor tudom igazán élvezni annak a kötetnek az olvasását. Ha a cselekményben igazániból semmi nem történik is, de én azt a szereplőt szeretem, akkor azt elolvasom, viszont hogyha nem szeretem a szereplőt, és nagyon izgalmas a cselekmény, akkor nem biztos, hogy szeretni fogom, mert akkor nem érdekel, hogy mi történik vele. 15. Hosszú vagy rövid könyvek? Hát, inkább rövid könyveket mondanék, mert azért van bennem egyfajta hosszú könyvfélelem, bár olvasok azért hosszú könyveket, de így évvége fele örülök a rövid könyveknek, mert nagyon remélem, hogy meg lesz a 100 könyv, és ahhoz azért a rövid könyvek jóval nagyobb segítség, mint egy 1000 oldalas kötet. 16. Hosszú vagy rövid fejezetek. Itt rövid fejezeteket mondanám, mivel sokkal nagyobb sikerélményt kapok, hogyha rövidek a fejezetek, úgy érzem, hogy jobban haladok, úgy érzem, hogy jobban megy az olvasás, és hamarabb elolvasok, na még egy fejezetet, na még egyet, na még egyet, na még egyet, hopp, kiolvastam. Szóval csak a rövid fejezetek, amiket én jobban szeretek, sőt, ha nagyon hosszú a fejezetek egy regényben, az engem abszolút meg is tud akasztani, szóval nem szeretem, hogyha egy regényben hosszak a fejezetek, ilyen 30-40 oldal, legyen inkább rövid, és akkor haladósabb tudok vele haladni. 17. Három könyv, ami hirtelen az eszedbe jut. Caraval, Lovdeni boszorkányhajsza és Harry Potter és a bölcsekköve. A Lovdeni boszorkányhajsza az jutott eszembe, mert nagyon kéne olvasnom. Én is bocsánat az írónőnek, ebbe az hónapban olvasom, és azokról a videót is. 18 könyvek, amik megnevettetnek, vagy amik megsiratnak. Amik megnevettetnek. Nem szeretek könyvön sírni. Inkább nevesek hangosan, de sírni azt nem szeretek. 19. Mi világunk, vagy kitalált világ? Mivel szeretem a fantazit, ezért határozottan a kitalált világ. Szeretem azokat is, ami a mi világunkban játszódik, de a kitalált világokat azt imádom. 20-as. Hangos könyvek igen vagy nem? Sajnos nem. Már próbálkoztam vele, viszont annyira azt érzem, hogy ez egy passzív tevékenység, és nem én lapozok, csak hallgatom, hogy olvasok, hogy nekem ez egyelőre még nem működik, de próbálkozom vele. Lehet, hogy a későbbiekben ez majd változni fog, de most egyelőre nem. 21. Megítélsz egy könyvet a borító alapján? Igen, határozottan borítópárti vagyok, és sokszor ez alapján döntök. Nem jó tulajdonság, nem vagyok rá büszke. Bocsánat. 22. Filmes vagy sorozatos adaptáció?
inkább a filmes, azt hamarabb megnézem, de a sorozatokat is szeretem. 23. Egy film vagy egy sorozat, ami jobb volt, mint a könyv. Hát eddig úgy néz ki nagyon, hogy a Boszorkányok elveszett könyve ide fog tartozni. Még nem fejeztem be a könyvet sajnos, de nagyon úgy néz ki, hogy eddig ebbe a kategóriába lesz sorolva. 24. Sorozat vagy egy részes könyv. Sorozat, tartson sokáig a csoda. Én azt szeretem. Ezennel a pontok végére is értünk. Remélem tetszettek a válaszim. Nyugodtan írjátok meg rend kommentben, hogy ti miket választanátok ezek a lehetőségek közül. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat, ha tetszett, nyomjatok egy like gombot, illetve ne felejtsetek el feliratkozni lent a csatornára. Találkozunk a legközelebbi videómban is. Sziasztok!